Repülnek a hónapok, de néha most is a múltban parkolok. Ilyen az ember, ami van, az nem is kincs. Akkor lesz érték majd, ha már nincs. Hát eszembe jutottál ezerszer már. Kezdhetnénk előről, bolond férfi, őrült nő. Ezek Kollányi Zsuzsik kedvenc dalának az eszembe jutottál záró sorai, amit Kowalszky énekel az eredeti felvételen. Az énekesnő sokakkal dolgozik együtt, de hozzánk csak egy szálgitár kíséretében jött el. Megküzdve egy novemberi náthával, kicsiket nagyokat meghódítva hagyta el a színpadot. A Márton nap záró estjén játszott a Smith Rock Family is. Szereplésükről már láthatták összefoglalónkat. Az est harmadik fellépője, a Mystery Gang azonban csak most robban be, amit reméljük önök se bánnak. Új év kezdéséhez kifejezetten példaértékű az az energia, amit Egri Péter és csapata képvisel. Nagyobb részt is saját dalokat hoztam a kedves közönségnek, de azért van jó pár feldolgozás dal is így a szedben, amit fogunk játszani. Tehát ilyen teljesen jellegzetes dalok tőlem, mint a valahonnan az eszembe jutottál, a régi nyár, bocsánatot kérek. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ilyen teljesen szokványos Kollányi Zsuzsi szett lesz. Annyi minden feladat van, amit választ. Ezek között most melyek azok, amelyek az év végében hátralévő résztében még fontosak? Hú, hát ez egy jó kérdés. Jelen pillanatban épp az életben maradás, mert így egy betegséggel szenvedek itt már legalább 3 vagy 4 napja. De egyébként rengeteg koncertem van most az év végére még, nagyon sok, illetve most valahogy így megtalált magának egy televíziós projekt is, nem fogom spoilerezni, de már jövő héten fogok is azzal forgatni, úgyhogy nagyon érdekes, hogy így miként jönnek be új lehetőségek mindig az ajtón, vagy bemásznak az ablakon. Úgyhogy meg nyilván emellett ugye a gyereknevelés, meg a kisfiaimmal töltött idő az, ami a legnagyobb fontossággal bír. Ők inspirálóak esetleg a zenében is? Alapvetően igen, bár nagyon vicces, hogy inkább ők szoktak egyébként énekelni otthon, tehát én egyáltalán nem, ők meg egész nap énekelnek, hogy mindig így elmosolygok rajtuk, hogy úgy látszik, hogy tényleg a vér nem válik vízzé, hogy az ember genetikai öröksége akkor is hat a többi a gyerekeire, hogyha nem akarja, meg nem pumpálja beléjük, úgyhogy nagyon kis cukik. Hát van olyan dalom, amit kifejezetten róluk írtam, meg Bogdán alapocakomban. Úgyhogy abszolút motiválóak, meg az lesz érdekes, arra vagyok majd kíváncsi, hogy amikor kicsit nagyobbak lesznek, érettebb lesz mondjuk így az ízlésük, majd saját zenéket hallgatnak, hogy akkor még lesznek azok a dalok, amik a számukra tetszenek, tehát amiket ők szeretnek, és lehet, hogy majd az is külön motiválni fog, hogy mondjuk lehet, hogy teljesen másmilyen típusú zenéket fognak hallgatni, mint én, és lehet, hogy majd így hatunk egymásra. Szóval ez egy érdekes dolog. Az idők folyamán mindig születnek új és új dalok. Most éppen hogy áll ez az alkotói fázis? Hát van legalább vagy 20 dal jelenleg, amit mindegyik ilyen kiadatlan fázisban még, amihez vagy már megvan a teljes master, tehát a végleges keverés, de még klipet kell hozzáforgatni, vagy még nincs meg a teljes végleges keverés, és még azt be kell fejezni. De mondom, 2 albumnyi zene. Most dolgoztam együtt nem régen egy ilyen NK-s pályázaton is, 10, tehát egy albumnyi dalra. Megvan a Zsolti barátommal is, aki ugye itt a gitárosom, vele is van külön 10 dalunk, úgyhogy iszonyú mennyiségű dal vár a feldolgozásra így idén, illetve a jövő évben is. Mindig van ez a dal című műsor, például oda készül-e valami? Ez egy érdekes kérdés. Nem is tudom, hogy mikor adtam be utoljára a dalba dalt, de nem zárkózom el előle. Én valamiért általában úgy nem jut eszembe, hogy be kellene adni, meg kettőnk közül Zsolti, meg én közülem, a gitáros, meg én közülem, mindig ő az, aki inkább ez az előre gondolkozós hajcsára balkat, ami nekem jó, mert én meg nagyon nem. Tehát én vagyok az ilyen csapongó kreatív kettőnk közül, és akkor ő mindig így megpróbál beterelni egy ilyen vágányra, hogy akkor erre kéne menni. Úgyhogy valószínűleg kettőnk közül majd ő lesz az, aki gondol arra, hogy adjunk be a dalba dalt. Függ ezektől valami egyébként, hogy gondolod ezeken a versenyeken való résztvétel, vagy nem is annyira ezen múlik már egy pálya sorsa?
Alapvetően szerintem egy pályát nem feltétlenül határoz meg egy ilyen versenyben való részvétel, viszont ugye 2023-ban azért a social médiának, illetve a televíziónak nagyon jelentős szerepe van a nézettségben, meg a közönség személynek az irányításában, úgyhogy ilyen szempontból van értelme, meg lehet relevanciája nevezni bármilyen versenyre, amit a tévé közvetít. Egy szenvedélyes zenész a színpadon. Sokakra igaz ez a megállapítás, de Egri Péter esetében különösen érvényes. Olyan hőfokon ég a pódiumon, az első pillanattól az utolsóig, ahogy nagyon kevesen, vagy ahogy csak a műfaj legnagyobbjai. Az 50-es éveket idézi meg zenekarával, az eredmény pedig nem marad el. Meghódították Amerikát is, ami keveseknek sikerül, hiszen olyan gyors pengetést, félelmetes lendületet kevesen produkálnak, mint ők. Egri Péterrel hamarosan újra találkozunk, igaz, nem személyesen. Egyik zsűri tagja lesz a dalnak, tehát Kollányi Zsuzsi, ha mégis benevezett és beválogatták, akkor sikere Egri Pétertől is függ. Beszélgetésünkben viszont nem erről a feladatról, sokkal inkább a lázadós, bulizós Elvist idéző, őt az interjúban meg is nevező műfaj időtlenségéről van szó. Idén vagyunk 25 évesek, Egri Péter és a Mystery Gang, és gyakorlatilag az első koncertjeink egyikét már itt Hajdúszoboszlón adtunk, jó, be is csajoztunk, de hát ez 25 évvel ezelőtt volt, még emlékezünk rá, és lehet róla beszélni. Hajdúszoboszló mindig is fontos volt számunkra. Csomó barátunk került ki, meg barátnőnk is a környékről, úgyhogy mindig nagy szívdobbanás, amikor jövünk, így lesz ez ma is. Külön olyan műsort állítottam össze, ami Hajdúszoboszlói ma estének szól. Ez azt jelenti, hogy három olyan dalt fogunk eljátszani, amit eddig hát már nagyon rég nem játszottunk, és erre úgy készültem, hogy már hetek óta ez itt a szívemet melengett, hogy ma este ezt a három dalt eljátszom. Hát ezt az estét fel is kell dobni, mert egy elég fura novemberi esténk lett. Hát igen, hideg van, de hát a rock and roll megszólal, előttünk is fantasztikus zenekar volt, utánunk jövő évtizedek zenéjét játszott a tökéletesen. Mi egy kicsit még visszább kalandozunk, hát amíg a napocskát is elvarázsoljuk itt éjfél után, még legalább valami nagy fénynek, a ritmusnak a segítségével. Úgyhogy rock and roll, ez biztos, hogy mindenkit föl fog melegíteni, még ilyen hülye hideg időben is, már elnézést. Elképesztő élete van már, hogy 8 éves korától ilyen szülői támogatással mindent megkapott egy életút miatt, ami bejött, lenne, ugye? Kedves, de szép lenne 8 éves koromtól szülői mindent megkapva. Inkább valahogy ez úgy alakult, hogy a rendszerváltás előtt értelmiségi szüleim nagyon sokban tudtak abba segíteni, hogy mit tudom, olyan dolgokkal foglalkoznak, amikkel szeretek. Ami már akkor úgy indult, pont a forgatás előtt beszéltünk arról, hogy mondjuk 1988-ban vagyunk, Petőfi Rádió Budapest, hazamegyek az iskolából. 13 óra 5 perc. Nosztalgia hullám. A ma délutáni műsorban Csin Vincent felvételéből válogatunk. A felvételek 1955 és 59 között készültek. A felvételek sorrendje a következő. Rász, Csörgest, Forgast. Gyere, bébi, játszunk papás-mamást. Megtört szívek szállodája. Biba, Alula. Akkor így elég fontos volt az edukáció 90 előtt, mondjuk az egykori magyar rádióról beszélek, ahol gyakorlatilag én 8 évesen olyan zenékkel tudtam megismerkedni, amivel ma 48 évesen, 40 évvel később még mindig nagy örömmel a világot járhatjuk. De ez a világjárás, ez most az idei évben, meg az előző egy-két évben azt gondolom, hogy jól bejött. Igen. Pont most jelent meg nemrég egy olyan válogatás, nem ez Los Angelesbe, ami a korszak legjobb 25 amerikai, hát 25 nemzetközi előadója van ebből a műfajból, mivel ez amerikai műfaj, Amerikában jelent meg. A 25-ből 23, ugye hát amerikai, mint Elvis Presley, Carl Perkins, Buddy Holly vagy Johnny Cash, ugye a legnagyobbaknak a... És akkor van kettő, egy angol, meg egy magyar, akit még ebbe bekerült, mi a magyar, Egri Péter és a Mystery Gangként. Valóban elég nagy sikerek vannak, nemrég jöttünk vissza sokadik Las Vegas-i turnénkról, Los Angeles-i turnénkról, hihetetlen jó, úgyhogy most azzal a felállással jöttem el, akikkel a legjobb Los Angeles-i, meg Las Vegas-i legutóbbi turnéimat csináltam, Fácán a doboknál, gyerekkori barátom, alapító tagja a Mystery Gangnek, és az Olika Németh Zoltán a Nagybőgőnél, aki meg rajongóból lett Nagybőgős a Mystery Gangnek, 8 éves kora óta állt a színpadunk szélén, anyukája kezét fogta, mindig nézte, hogy ő is ilyet akar. Tehát múlt az idő, elkezdett bőgőzni, fölnyőtt a feladathoz annyira, hogy már legutóbb Los Angelesbe is ő kísért engem. Ilyenkor ezt tartja egyébként legjobban össze ez az azonos lelkesedés, gondolkodás, hogy mi a zenekart? Fontos,
fontos, azért ez egy szubkultúrává vált ez a rockabilly rock and roll korszak, a 60-as évek, a Beatles megjelenése után ez egy szubkultúrává vált, és hogy csak olyan ember játszhatja, akinek a szívből jön, és hogy hát, hogy valamelyest azért, hogy ismeri a korszakot, meg ezt a zenét, ez elengedhetetlen hozzá. És milyennek a jövője? Valami crossover is? Érdekes jövője lehet ennek, mert a tradicionális műfajoknak, mint a népzene, ugye valahol ez már a 20. század népzenéje, olyan tradicionális műfajokban jön, mint a country, vagy a blues, ugye szintén, vagy a jazz, mondhatnám. Ezeknek a tradicionális műfajoknak, ezeknek változtatás nélkül ebben a tradicionális formában van létjogosultságuk fennmaradni, és mellette milyen érdekes, hogy mindig jönnek újítók, meg crossover gondolkodású zenészek, művészek, akik ezt hozzátesznek, elvesznek, valamit időről időre változtattak rajta, de a lényeg, az alapmag az mindig ugyanaz marad. De Magyarországon egyébként mennyire erős ez a műfaj, vagy hogy alakul? Az összkép milyen? Igen, azt tudom róla mondani, most volt nemrég a egyik kedvenc nagy pesti helyszínünkön, az A38-as hajón a 25 éves koncertünk, szombati nap, hétfőn már nem lehetett rá jegyet kapni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi kezdettől nagyon sokat koncertezünk, és hogy hát, hogy hála Istennek, ez egy nagyon nagy kegy, bármilyen műfaját játszottuk a rockabilly zenei világunknak. A közönség ezt mindig nagy örömmel és nagy szeretettel fogadta, úgyhogy nem tudok elég hálás lenni, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem kedves mindenkinek, mert aranylemez lett a 50 Nights, a Vad 50-es évek éjszakái című legutóbbi sárga lemezünk, úgyhogy innen is nagyon nagy tisztelettel köszönöm, akihez hozzájárul. És mire lehet még vágyni? Lehet valamire? Hát most olyan dolgot szeretnék, márciusban megjelent az első olyan amerikai lemezem, ami már Peter Agri, persze Mr. Igen tagok is közreműködnek rajta amerikai zenészekkel, ennek lesz folytatása jövő év elején, San Diego-ba veszem föl ezt a lemezt, ahol annak idén Buddy Holly és a Tücskök, a legendás Crickets is dolgozott, tehát ilyen 12 Grammy-díjas hangstúdió. A további terveim között ez szerepel, hogy a hármas felállást, amivel most turnézunk 25 éve, most és mi a múltban is turnéztunk, azért mi mindig vidgettük zongorával, szaxofonnal, steelgitárral, hegedűvel, country mandolinnal, és a jövőben egy olyan nagyobb létszámú csapatot szeretnék magam köré, zenében és élőben is, akikkel egy kicsit nagyobb lehetőségem van szerepelni, nem mindig csak énekelni és gitározni, úgyhogy ma is hoztam két olyan érdekes hangszert, amit trióba is be fogok mutatni. Csinálok a gitárral, mint Johnny Cash. Mindig így tartott a gitár. Azt mondja, hogy aki tudja velünk azt, hogy I'm gonna try, good time.